A tavaszi metszéskor a gyümölcsfákról és a sövényekről sok minden ág kerül le, amelyet komposztálni lehet, ha jó alaposan összeaprítjuk őket. Ennek a módszerét fogjuk most rögtön bemutatni. Minden kertben szükség van metszésre. Ennek egyik legalkalmasabb időpontja a tavasz, és a különböző célokból metszünk. Egyrészt a télen visszafagyott ágaknak az eltávolítása jöhet szóba. Másrészt, hogyha van, mint például nekünk itt egy gyönyörű sompsövényünk, ennek a sűrűsödését szeretnénk előidézni, ezért abban a magasságban, ahol elkívánjuk érni ezt a sűrűsödést, hogy megkívánjuk a növénytől, hogy innentől már sűrűbben nőjön, abban a magasságban eltávolítjuk a gallyakat. A metszés célja lehet továbbá a kertben esztétikai szempontból rossz helyen lévő növényeinknek az eltávolítása, vesszők eltávolítása, mint például ez az orvona vessző, amely kihajlott a gyep területünkre, valamint a nem kívánt sarjakat is tavasszal tudjuk eltávolítani metszéssel. A metszés során keletkezett sok-sok nyesedékünk. Mit tegyünk vele? Égetni nem égethetünk. Egyrészt azért, mert tilos, másrészt azért, mert az égetés során keletkezett széndioxid az üvegházhatású gázoknak jelentős összetevője, és ugye a környezetre általmas. Két másik alternatívánk van. Az egyik, hogy a keletkezett nyesedéket 1 méteres darabokba daraboljuk, összekötjük, és kihelyezzük a kukánk mellé, és ezt a köztőlet fenntartó vállalat egy külön járművel elszállítja a portánkról. De ha van rá lehetőségünk, akkor a keletkezett gallyat, illetve nyesedéket egy daráló géppel ledarálhatjuk, vagy pedig apróra vágva, körülbelül 8-10 centis darabokba felhasználhatók komposztálásra is. A gallyak ágak nehezen korhadnak, ezért fel kell aprítani őket. Minél apróbbá tesszük a darabokat, annál gyorsabban korhadnak. Természetesen a apróra darált gallyakat, nyesedéket könnyebben tudjuk komposztálni, mert gyorsabb a lebomlási ideje, és hamarabb nyerünk belőle tiszta komposztot, valamint kisebb helyet foglal. Ezért érdemes egy ilyen darálót beszerezni. Minden keletkezett nyesedéket és gallyat ledarálhatunk addig a méretig, melyet a daráló gépünk gyártója engedélyez. A mi gépünk 4 cm-es átmérőig képes darálni, de a piacon található más gépek ennek akár a többszöröséig is használhatók. A darálás során keletkezett darálék a komposztra kerülve jóval könnyebben elbomlik, mint hogyha nem daráltuk volna le, és így fél éven belül megfelelő humuszhoz jutunk, melyről egy másik kis filmben szólunk bővebben. A ledarált gallyakat mulcsozásra is használhatjuk sövényeink alá. A mulcsozásnak 3 fő előnye van. Nem engedi kiszáradni a talajt, nem engedi fényhez jutni a csirázó gyommagvakat, és lebomlása során még tápanyaggal is ellátja a növényünket. A kertünkben keletkezett gallyakat, illetve nyesedékeket, ha nem tudjuk mi magunk felhasználni, akkor az úgynevezett zöld zsákokba, melyeket a köztelet fenntartó
bocsájt ki, és a benzinkutakon, illetve nagyobb áruházakban vásárolhatjuk meg néhány száz forintért, melynek ára tartalmazza azok elszállítását is. Ezekbe belehelyezhetjük ezeket a kisebb gajakat. Az örökzöldeket is, örökzöldekről keletkezett nyesedéket is, és ezt kihelyezhetjük a kukák mellé, semmiképpen nem a kukába, mert a közterület fenntartó vállalat ezt más autóval szállítja el, tehát a kuka mellé kell kihelyezni. A vastagabb ágakból némi kreativitással és egy kis lelkesedéssel akár ágyás szegélyt is építhetünk. Épp olyat, mint ez, bár itt most egy kicsit csaltam, mert ez egy késztermék, amit itt látnak. A természetben a körforgás örök, használjuk ki helyben, amit lehet.